Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi Atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól, a Szent Lélek közösségével. Amen. Nagy szeretettel köszöntöm a mai ünnepi tanítszálló Isten tisztelet minden résztvevőjét. Isten tiszteletünk kezdetén fennállva énekeljük a 150. Jótárgyunk. Mert nekünk
valóság, az igazságosság, a békesség, és lehetne még a sort folytatni tovább is. Most ezt csak azért hoztam fel, mert nagyon hasonló az is, amikor Jézus az Isten országának, másképpen a jégoldatok az igében most a mennyek országának valóságáról és természetéről beszél. Hasonló a mennyek országa. Kezdjük. Aztán elmondunk egy-egy példát, amivel legyünk őszintén, sokszor nemhogy érthetőbbé, hanem inkább még húszává válik az egész történet, az egész mondani való számára. Persze tudjuk, hiszen mondja is az apostolainak egy helyen, nektek megadatott, hogy értsétek az Isten országa titkait, de a többieknek példázatul van adatik, hogy akik látnak, ne lássanak, és akik hallanak, ne értsenek. Tegnap a ballagás Isten tiszteleten már elmondtam, ezek a hasonlatú példázatok azt próbálják velünk megérteni, hogy milyen is az Isten körülvevő valóság, hogy hogyan jelenik meg ő a világunkban, hogy mit, mennyi és hogyan vagyunk képesek felfogni belőle, hiszen ő egy olyan másik dimenzióban létezik, ami a miénktől teljes egészében különbözik, az általa és nekünk teremtett világunktól. És persze célja ezeknek a példázatoknak az is, hogy megtudjuk, mire is számítsunk majd akkor, amikor egyszer mi is színről színre láthatjuk ezt a világot, az Isten országát, és hogy az akkori találkozás nem megdöbbenést és ítéletet hozzon a számunkra, hanem határtalan örömöt, a szívünket teljesen betöltő változást, és semmihez sem hasonlítható örök békességet és üdvösséget. Ma pedig Jézus az igén keresztül azt mondja nekünk, hogy ez az egész dolog az Isten országára olyan, ahhoz lehetne hasonlítani, mint amilyen a mustárma és a kovász. A lényeg azonban nem a két néven nevezett dolgokban van, hanem ezek természetében és a hatásukban. Eleinte mindkettő jelentéktelenül kicsi és egyszerű, szinte észrevehetetlenek, nem alkalmazottak arra, hogy bárki különösen figyelmet fordítson rájuk. Később azonban szinte csoda történik, ahogy az apróca mustármából fa lesz, az egyszerű kovász pedig átlagja és megkereszti az egész tésztát. Így lesz a kicsiből óriás, a semmiből pedig minden. Úgy, ahogy a kivetített diám is látjuk, mert hogy ezt a címet adtam a mai prédikációnak, vagy mondjam, hogy még egyszer, kicsiből óriás, semmiből minden. Ezt ígéri számunkra Isten. Igen, sokszor semmit sem, vagy csak alig valamit érzékelünk ezekről a dolgokból. Ehhez képest viszont annak valósága egyszer majd minden képzeletünket túl fogja számítani. Legyen szó akár hitről, legyen szó akár a gyermekeink életéről, ez nem más, mint csoda, Isten műve, valódi teremtés, semmi sem fogható. Az ige áthatja az egész világot, és ugyan ez még itt és most csak rejtve van jelen, ez Isten akarata, emlékezünk Pál apostol szavára, aki így mondja, ezt így fogalmazza meg egy helyen, hogy tetszett az Istennek, hogy az ige hirdetés bolondsága által tartsa meg a hívőket, amely a görögöknek bolondság és hívőknek megbotránkozás, nekünk azonban, amit üdvözlünk, az Istennek ereje. Tetszett az Istennek, hogy nem valami olyan szenzációs dolgot adott a világ számára, mindenki ráthathat, és ami mindenki számára egyértelmű, hanem úgy, ahogy a jó pedagógus, hogy egy picit magasabbra teszi a lécet, hogy egy picit kihívást is ad a feladatban, hogy mi gondolja, hogy sokkal jobb eredményt fog elérni akkor, hogyha nem csak egyszerűen odalöki a gyermek elé azt, amit meg kellene tanulni, hanem felébreszti benne a vágyat, felébreszti benne azt az érzést, hogyha ő túl lesz ezen, ha megtanulja azt, akkor többi és gazdagabbá válik az élete. Most Isten ugyanezt teszi, elrejti azokat a méltatlanok előtt, de kinyilvánítja mindazok előtt, akik ezt keresik és akarják a maguk életében. Igen, minden képzeletet felül majd az, amit mind egyénileg, mind pedig az egész emberiségre nézve az Isten országa elég az egykor. Ma még apró, szinte láthatatlan magocska csupán, de holnapra fává nő.
Ma még egy monokul, barnás rét, de holnapra mindent megváltoztat, amihez csak hozzáér. Ezt teszi Isten belünk is, ha készen vagyunk megtérni, azaz hozzáfordulni, és neki engedelmeskedni. És hogy mit üzen mindez nekünk éppen tanészáról, tehetnek fel a kérdést. Most kedves testvérek, két dolgot mindenképpen. Először is azt, hogy gyermekeink is mustármagok és kovászok lehetnek. Higgyünk ebben. A legtöbbet ugyanis szülőként és pedagógusként egyaránt azzal állhatunk a gyermekeinknek, hogyha nem hiszünk bennük. Gondoljunk csak bele, szinte mindjártnak van egy olyan fájdalmas történelme emléke, amikor valahol valaki azt mondta nekünk, úgy se lesz belőle semmi. Persze lehet, hogy indulat volt szó. Lehet, hogy nem volt rossz napja. Vagy lehet, hogy csak egy rossz viccként ütött el valami poénból dolgot, de és talán nem is tudta, hogy mérhetetlenül sokat ártott ezzel, lelkedett dolgot. Biztosan ismeritek a történetet a két apáról, akik kiviszik gyermekeiket az óvó versenyre, ahol a fiúk álmodozva nézik a csodásoknál csodásnak versenytokat. És mind a két fiú megkérdezi az apjától, függetlenül egymástól távol, apa, nekem mikor lesz ilyen kocsi? Az első apa ezt felett. Fiam, ha jól tanulsz, ha odafigyelsz az életedre, ha keményen dolgozol majd, akkor ezekkel a járgányoknál sokkal jobban is lehetsz majd magadnak. A másik apa azonban így felett. Fiam, meg kell, hogy mondjam neked az az igazság, ha 5 életed lenne, ilyen autó te akkor sem tudnál benne maradni. Én azt gondolom, az utóbbi mustármagból jó egy kis cserje lesz majd, amikor megnő. Kovászként pedig legfeljebb saját magát fogja megerjeszteni majd egy életen keresztül, rosszabb esetben pedig a környezetén is, akiknek állandóan hallgatniuk kell majd mindenért a panaszkodását. Míg az első fiúnak minden lehetősége meg lesz arra, hogy fává nőjön, és hogy élete erősítse és gazdagítsa a saját környezetét. A másik üzenet így tanítszálunk mai igének, hogy mi magunk is mustármaggá és kovásszá lehetünk Jézus Krisztus kezében. Nem kell lennünk magunk arról, hogy velünk már valami van, mi már úgysem változhatunk, de talán még a gyermekeinknek megadhatunk ezt azt, hanem felfedezhetjük örömmel és boldogsággal, hogy Isten bennünk is tud és akar munkálkodni. Mert nekünk is lehetőségünk van arra, hogy a hasztalan boldogság kereséseink terén odaforduljunk végre ahhoz, aki úgy szerette ezt a világot, hogy az ő egyszerű fiát is érte adta, hogy aki hiszik benne, el ne veszem, hanem örök élete legyen. Ő minket is erős fává és másokat gazdagító életté akar tenni. Olyan, amit most még talán el sem tudsz képzelni magadnak, és ugyanolyan csoda lesz majd, mint a fává nőtt mustárnak, vagy az egész tészen megkeresztő kovász. És most talán azt kérdezed magadban, lehetséges volna? Ő pedig ezt felel. Igen, mert Istennél minden lehetséges. Kedves testvérek, befejeződik egy sosem látott, sok nehézséggel és kihívással tett tanév. De mi most mindezekre úgy szeretnénk tekinteni mégis, amilyen a második apa tekintett a fiára. Hogy aki Isten megáll, annak minden, de minden lehetséges. Mert így van, mert legyen így. Amen. Jöjjetek, emeljünk fel szívünket, Isten beszélünk. Imádkozzunk. Szerető édesatyánk a Jézus Krisztusban, hálaadással a szívünkben köszönjük meg neked az elmúlt tanév minden áldását. Az apró magocskáktól, az égi madaraknak fészket adó fákig, és a jellegtel, semmi kovásztól gyönyörű kerekesülő cipőkig egyaránt. Köszönjük, hogy velünk voltál és megtartottál minket a legnehezebb időszakban, a járványhelyzet alatt is. Diákok, szülőket és pedagógusokat egyaránt. Legyen áldott ezért is a te szeptemben. Köszönjük azt is, hogy te mindig többet látsz bennünk,
mint amennyire mi képesnek tartjuk magunkat vagy másokat. És köszönjük, hogy amikor ránk tekintesz, akkor a fáván nőhő magocskára és a mindent átjáró kovásztól beszélsz nekünk, arról, hogy aki a te kezedbe teszi az életét, annak minden sikerül. Még az is, amit el sem tudna képzelni magának, még az is változhat, amit egyébként elmondott. Köszönjük, ha ezt már oly sokszor meg is tapasztalhattuk az életünkben. Kérünk, áld meg az előttünk állókat is. Segíts kipihenni a fáradalmakat, feltöltekezni új erővel, megújulni hittel és reménységgel. Őrizd tovább is lépteinket, kérünk, vezess minket a kerültadon, és ne engedd, hogy bármi is elszakítson tőled bennünket. Így imádkozunk szeretteinkért, a betegeink gyógyulásáért, a szükségben lévő betöltekezéséért és a gyászolók megvigasztalásáért. Különösen is azért a kedves családért, akik az elmúlt héten veszítették el szeretteinket. Kérünk, állj mellé a gyászolók és gyógyíts meg fájdalmas szívüket. Maradj kérünk mindnyájunkkal, a te áldásokkal, most és mindenkor. Amen. Jöjjetek, mondjuk el előtt fennünk az Úr Jézus Krisztusból tanult imádságunkat is. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országunk, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket ad meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőket. És megint minket kísértésre, de szabadíts meg a gonosztól, mert ilyen az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Kedves testvéreim, az adakozás lehetőségét és keresztény kötelességét hirdetem még, tudván a jókedvű adakozót szeretni és megállítom az Isten. Most helyünket elfoglalva a minden
történelmi összeg gyermeke volt. Hát nem tudom, hogy ezt szeretne volna, de most ez valóban vált. Valóban ma egy történelmi időszak gyermekeként vagyok itt. Nyugodtan emlegetjük most magát minden diák, pedagógus vagy szülő egy történelmi korszak átélményének. Hallottam már sokan az idősebbektől a háború korzalmairól, jó néhányan vagyok, akik átjátok a furcsa rendszerváltást, emlékszünk Csernobil tragédiájára, vagy akár a fiatalabbak közül is már néhányan leomló ikertorgó korzalmára. De ez most valami más, ez valami olyasmi, amely nem csak egy térség, ország régió történeteiben vésődött, hanem mindannyiunk életében. Személyre szabottan, érezhetően átalakította azt. Ez egy történelmi időszak, és hogy hol a vége, azt még nem tudhatjuk. De van reménység, hiszen velünk volt, velünk van, és velünk is lesz az Isten kegyelme, amely megtartott, és én biztos vagyok benne, meg is fog tartani bennünket. Ez a remény például az elmúlt hónapokra visszatekintve, adjon erőt az elkövetkezendő hónapokra, és én biztos vagyok benne, ez fog erőt adni az új tanévre. Ez a tanév, és főleg az utolsó hónapjai elkészül is említettést, és köszönjük szavait, komoly kihívás jelentettek mindenkinek. De nézzük meg a helyzetnek a jó oldalát, van ilyen is. A tanulók hatalmas leckét kaptak abból, hogy milyen az önálló tanulás, milyen a jó időbeosztás, a készségek, képességek használata. És mi tanítók, tanárok jobban tájékozottak vagyunk már a digitális világban, mint amilyenek voltunk az előtt. És a szülők is komoly ismereteket szereztek a pedagógiai módszerekről. Hát ezúttal is tisztelettel köszönöm, és majd a bizonyítványban a szülőknek is lesz egy kis meglepetése. És így a kisebbek vagyunk a közösen, az online, digitális oktatás engedjék megintem korlátozatlan irányára. És volt még egy nagyon fontos adatik bennünk az otthoni időszaknak. Talán az is rájött egy kedvelő iskolát, akiben eddig nem adta fogalmazott, meg milyen jellegű gondolat. A járványban nagyon, mert mindenféleképpen van egy nagyon pozitív hozadéka, azt szintén említettem tegnap a Balladó diákoknak is. Megmutatom, hogy mennyire fontosak a személyes kapcsolatok. Furcsa évet zártunk. Hónapokig termesztő csendben volt a máskor megszokott gyermekjoga helyett az iskolában. Én megszoktam ezt valamennyien nyári szünetben, de ezt most márciusban, áprilisban, májusban borzalmas volt átként. Higgyék el, nagyon rossz volt. A folyosóra úgy belépni, hogy sehol senki. Fájdalmasan tanultunk meg, mit jelent a hiány. A másik hiánya, társaink hiánya, tanítóink, tanáraink hiánya. Bízom abban, hogy nem lesz több ilyen csökkentett iskolai alkalom, nem lesz több csendes baltogás. De tegyük félre a szomorúságot. Legyünk büszkék arra az eszendőn, amelyet magunkra köthetünk. Sok reménykedő versenyeredmény, még akkor is, hogy sokkal több lehetett volna, mintha nem szól közben ez az időszak. Újabb munkásmód is tanít, nagyon jó osztályátokon, kiemelkedő kompetenciamérés eredménye, sikeres továbbtanulás és sikeres beiskolázás. És mennyi kreatív munka, tablóként, amelyet az online térhetőkön csak megosztani. Az iskola, a tanulók és a pedagógusok közössége az idén nagyon sokat fejlődött. És bár most a tanévzárás és a bizonyítványosztás is mint ahogy váltunk el, szűkebben fogott kisebb csoportokban történik majd, de az idén is sok-sok kis diákok kiváló eredményeinél a könyvtanulmányt kapott a bizonyítványát vételekor. A legjobbak eredményeit, díjait pedig itt szeretnék átadni, hogy egy kicsit azért mégis ide tudjuk csempészni valamit az ünnepelésből. Tegnap a ballagáson a végzői diákok már megkapták a díjaikat, most következik a többi évfolyam, és tisztelettel szeretném felkérni valamit. Tisztelt mindenki gyönyörkezet! A Kisbálint Református Általános Iskolai Alapítvány létrehozói az iskola szakmai munkájának támogatását követően azt is célul tűzték ki, hogy elismerjék azoknak a tanulóknak munkáját, eredményeit, akik
E célból hozta létre az alapítvány a Kisbálint és az iskolái jogilagot. Örömmel jelentem, hogy tegnap a Bakabás ünnepsége, a nyolcadikosok ezeket a díjakat átvehették. Így szeretném először is azoknak a nevét felsorolni, akik ezt a díjat megkapták. Kisbálint díjban részesült Barta Levente, Nyíri Sára, 8. B-osztályos tanuló, Őze Virág és Simon Alma, 8. A-osztályos tanuló. Iskoláért díjban részesült Bácskai Laura, 8. A-osztályos tanuló, és Botti Csenge, 8. A-osztályos tanuló. Sportolói munkájáért, kiemelkedő eredményeért, Mácsai Eszterrel tehát külön díjat. De nem csak a 8. évfolyamosokat szeretnénk, és nagyon úgy szerint szoktuk jutalmazni és elismerni, hanem az alsó évfolyamokat is. Elsősorban a negyedikeseket, hiszen az alsó tagozat 4 éve bizony komoly teljesítményt követelt. Ezért most először is szeretném a junior kisbálintosokat és iskoláinak kisbálintosokat kiszólítani és megemlíteni. Tehát a tantestület javaslata alapján Kisbálint junior díjban részesül 4 év példás tanulmányi és közösségi munkájáért és megszámlálhatatlan kiemelkedő versenyeredményeért Bakai Attila 4. választásának. Kérem.
Természetesen a könyvutalmakat a diákjaink nem fogják kapni, a példás tanulmány eredményeinkért, de ezt majd az iskolában a bizonyítvány osztásakor fogják megkapni. Itt köszöntöm meg azokban azoknak a tanulóknak is, és szüleiknek a munkáját is, akik talán nem olyan látványosan, mint az idén kiszólítottak, de becsületben is szolgálóval végezték a munkájukat, tették dolgokat, és ezzel is hozzájárultak iskolán tekintélyéhez és különbéhez. Megköszönjük minden tanuló nevében, és már minden tanulója nevében nevelőjük és szüleik, felkészítőik áldozatos munkáját és támogatását. Yeah.
többi a dicsőség örökkön örökké.